Szia, túl vagy a házi fogolaversenyen. Áruld el, hogy hívnak, melyik korcsoportban játszottál, mit játszottál, ki a tanárod? Császlán Kata vagyok, 5. korcsoportban játszottam. Pop, orosz cigány táncát játszottam. Ki a tanárod? Lugasi Ivanna. És hogy értékeled a játékodat? Hát tudtam volna jobban is játszani. Csak nagyon izgultam. Tehát ennek a házi fuvola versenynek olyan hatása van, mint egy átlagos növendékhangversenynek? Hát a versenyeken jobban izgulok, mint az ilyen... Tehát a növendékhangversenyeken jobban izgulok. Ezt a hangulatot tudja hozni egy ilyen házi verseny, hogy az emberbe a drukkot egy kicsit felnyomja, felpiszkálja. Igen. Igen, tehát itt többi tanár kolléga hallgat benneteket, illetve egymást hallgatjátok. Mi ebben az izgalmas, hiszen máskor is játszol tanárok előtt, diákok előtt? Hát ugye jobban megfelelni. Maximalista vagy magaddal szemben? Nem, csak hát mindenki jó akar lenni. Megteszel-e érte mindent, hogy ilyenkor jó szerepeljél? Próbálok. Gyakorolsz sokat? Igen. Mennyi az a sok egy ilyen felkészülésre? Egyet. Ez kell hozzá egy hónap. Talán. És mindennapos ez a készülés? Mostanában. Hogyha te szervezhetnéd ezt a fóla versenyt, mit csinálnál másképp esetleg, vagy jó-e ez így, ahogyan van? Minden jó. Köszönöm szépen. Thank you.
Most volt a házi fúvola verseny, áruld el nekünk, hogy hívnak, melyik korcsoportba játszottál, ki a tanárod? Naukor Danielának hívnak, az 5. korcsoportban játszottam, és Kozmos Nyitó Morifoly az a fúvola tanárom. Mit játszottál, hogy érzed, hogy játszottál? Etüdnek a Bántai Kovács 34-est játszottam, 64-est. Az jól sikerült, a darabomnak pedig a Pop Falusi dalt játszottam, és azt is jól értek el. Mit gondolsz, ezeknek a házi fúvola versenyeknek van értelmük? Szerintem van értelmük, mert például én is megyek majd Várfalotára is versenyre jövő hétkedden, és ez jó így, mert ki tudom magam próbálni, hogy versenyszerűen hogy játszom a darabokat. Izgultál? Nem izgultam, csak közben, előtte nem. Tudja ez a verseny hozni azokat a körülményeket, amiket egy átlagos növendékhangverseny? Igen. Szervezését tekintve, itt főleg egymást hallgatjátok meg, illetve a többi fuvolatanár is meghallgat benneteket. Te jól megtalálod-e ezt a fajta szervezést, vagy ha te rajtad múlna, esetleg másképp szerveznéd el? Hát, én nagyon szerettem volna most is első lenni, de harmadik voltam a három lány közül, és ezért mindig jobban izgulok, mert hallom, hogy hogyan játszák azt a darabot, amik nekik is kötelező, és ez így összezavar néha. De hogy utána meg lehet hallgatni, meg hogy a többi korosztályt is meg lehet hallgatni, szerintem jó. Áruld el, hogy hogyan alakul ki a sorrend? Hát úgy alakul ki, hogy be kell menni egy terembe, és akkor ott Ibélini annyi számot rak a kezébe, egy ilyen kis lapon, ami ahányan vagyunk. És most hárman voltunk, és akkor egyes, kettes, hármas sorszámú lapokat lehetett húzni. Végszónak, hogy megtartanád-e ezt a típusú fajta szervezést, vagy változtatnál rajta? Én megtartanám, mert már hozzá is szoktam, mert már ez a 6. házi versenyem az idén. Köszönöm szépen! Beszélgetünk. Kérlek, áruld el, hogy hívnak, melyik korcsoportba játszottál, miket játszottál, ki a tanárod?
Pázos Dorottya vagyok, a Burmeister menőtet játszottam, és picit belerontottam. Ki a tanára? Molnárné Nagy Gabriella. És milyen korcsoportban játszottál? A harmadik korcsoportban. És ilyen kritikus vagy magadhoz, hogyha egy picit belerontottál, akkor már ez ennyire rányomja a bélyegét az egész előadásra? Hát nem. Hanem, hogyha nem nézzük ezt a pici hibát, hogyan értékeled magadat? Akkor jó volt. Akkor jó volt, amiket kértek tőled, ezt meg tudtad csinálni? Igen. Hogyan állsz izgulás dolgába? Hogyan sikerült ez a verseny? Hát szerintem jó volt. Nem izgultál? Hát egy picit igen. Egy rendes növendékhangversenyen, te sűrűn szoktál szerepelni, ott jobban izgulsz, vagy kevésbé? Szívesen játszol ilyen előadásokon, mások előtt? Igen. Hogyha te rendeznéd ezt a versenyt, lenne-e, amit másképp csinálnál, vagy te is így rendeznéd meg? Hát, így rendezném meg. Szerinted szükség van ilyen megmérettetésekre, ilyen házi fóla versenyekre? Igen. Mik a távolabbi kilátások? Készülsz-e valamire? Hát a Várpalotára, jövő hétketen. Mi lesz ott? Vagyis fóla verseny. És még azt kérdezném, hogy a gyakorlás mennyire illeszkedik a napjaidba, a hétköznapjaidba, mennyit gyakorolsz? Hát szoktam gyakorolni nagyjából minden nap. És mennyi időt vesz ez igénybe? Hát egy negyed óra, 20 perc. Tehát rendszeresen hétköznapjaidba illeszkedik. Igen. Köszönöm szépen, sok sikert Várpalotán. Köszönöm. Kozmicsné Tomori Bolyával, a Pápai Bartók Béla Zeneiskola tanszakvezetőjével beszélgetek a most lezajlott házi fuvola versenyről. Hogyan értékeled ezt a fuvola versenyt, illetve ez most csak hagyomány, vagy milyen szerepe van az iskola életében? Ez nálunk már több évtizedes hagyomány, hogy minden évben rendezünk. Régen a győri verseny előtt szoktunk rendezni, most már versenyektől függetlenül egy házi versenyt. Nagyon nagy szerepe van abban, hogy szinte minden gyerek szerepel rajta, és ezzel ugye egymást is ösztönzik arra, hogy gyakoroljanak, meg legalább egy darabot nagyon alaposan átgyakoroljuk órán is, és ezt ők megtanulják. Mennyire vállalják önként a gyerekek ezt a fajta plusz feladatot? Hát nagyrészt önként vállalják, van, aki egy kicsit óckodik, vannak, akik például bétaguzatosok vagy más megyei versenyre készülnek, ő nekik kötelező részt venni, de általában én úgy érzem, hogy önként is vállalják. Miben különbözik ez a házi verseny egy átlagos növendékhangversenytől? Hát tétje van. Tehát az, hogy fokozatot kapnak, őnekik az nagyon sokat számít. Jó lehet, a hangverseny is érdekes, mert ott meg ott vannak a szülők, a nagyszülők, tehát őnekik is produkálni kell, de az még jobban izgatja őket, hogy a másik, az osztálytárs, meg a barátnő mit kapott, milyen fokozatot, meg ők mit értek el. Milyen értékelése van ennek a versenynek? Már hogy fokozatokat, így kérdezed. Hát fokozatokat kapnak, arany, ezüst és bronz minősítést. Szigorú volt most a zsűri? Nem. Nem jellemző. Nem szabad a gyerekek kedvét elvenni nagyon nagy szigorúsággal. De igazságos eredmények születtek. Vajon motivációs értéke van-e egy ilyen versenynek? Igen, biztos. Biztos, mert ott azért, aki bronz fokozatot kap, sőt, még vannak az ezüstök között is, akik úgy gondolják, hogy ők azért erre többre képesek, akkor talán jövőre próbálnak kicsit többet dolgozni. Hallasz olyan visszhangot, hogy a gyerekek egymást összehasonlítják? Igen, persze. Az fontos nekik, hogy te mit kaptál. Reális az ő értékelésük? Nem. Egy gyerek szerintem mindig jobban értékeli saját magát. Tehát jobbnak érzi. Van, aki azért nagyobbak, azért már tudják, hogy milyen. Jónak találod a szervezést ennek az egésznek, tulajdonképpen a te kezedben volt a szervezés, úgyhogy nem túl jó a kérdésfeltevés, de mégis, hogyha lenne lehetőség, akár anyagi, akár másfajta lehetőség, esetleg másképp szerveznéd, vagy ez így bevált? Így is jó, de hogyha anyagi fedezet lenne, azért egy külső zsűritag az nem ártana. Tehát azért ő elfogódatlanabbul hallja a produkciókat, mi azért tudjuk a mögöttel levő hátrányokat, előnyöket, gyakorlást, nem gyakorlást, amit egy másik zsűritag az nem tud beleszámítani. Saját gyerekeiddel mennyire vagy elégedett?
hozták a formát. Tehát tudom, aki nem gyakorolt annyit, az úgyis produkált, aki viszont rendszeresen és évek óta már gyakorol, az meg is hozta az eredményét. Jövőre tervbe van véve újra megrendezésre. Hogyne, természetes. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Molnárné Nagy Gabriella tanárnővel beszélgetek a ma lezajlott házi fuvolaverseny kapcsán. Hány gyereket szereplett a mai versenyen? 7 gyerekemet készítettem fel a versenyre. Mennyire vagy megelégedve az eredményeikkel, szereplésükkel? Igazából, ha azt mondhatjuk, egy olyan 50-50%, mert én úgy érzem, hogy mindenki nagyon jól felkészült erre a mai versenyre, csak hát az izgulás az, amit ugye nem tudnak belekalkulálni, hogy ki hogyan fog izgulni, és hogy akkor végül is hogyan fognak teljesíteni. De csak végül is ennyi a problémám, hogy tudom, hogy egy-két gyerekben benne lett volna az arany lehetőség, és hát az izgulással sajnos ezüstöt kaptok, de nagyon örültek az ezüstnek is. Most, ahogy folyik a beszélgetés, egy rendhagyót hadd kérdezzek. Tudom, hogy a gyerekeid jól szoktak szerepelni. Mit teszel ennek az izgulásnak a leküzdésére? Hogyan készíted őket mentálisan? Hát én azt gondolom, hogy semmilyen varázslat nincsen mögött, csak minél több lehetőséget biztosítani kell nekik, hogy minél többször álljanak ki. Pódiumbiztonságot kell nekik biztosítani, és minél több olyan helyzetet teremteni, hogy leküzdjék ezt. Van erre mód az iskolai kereteken belül? Igen, azt hiszem, hogy nagyon jól megszervezi a zeneiskola a növendék hangversenyeken keresztül, illetve a fuvolatanszaki hangversenyeken keresztül is. A verseny kapcsán milyen visszajelzéseid vannak a növendékektől? Kötelezővé kell tenni, vagy önként vállalják, vagy motiváltak ez ügyben, vagy nem? Hát általában, akiket már versenyre szervezek be, ők nagyon-nagyon motiváltak, és nagyon-nagyon szeretnének versenyre jelentkezni. És sajnos hát van az a réteg, akik inkább fuvolázni úgy járnak, hogy szeretnek fuvolázni, de mivel annyira izgulnak, hogy ezt nem vállalják be, ezért nem kötelezhetem őket arra, hogy ki legyen egy ekkora stressznek a gyerek téve. Természetesen. Gondolt, hogy ezt a nekem is van, másnak is van egy ilyen csapata, egy-egy ilyen gyereke, hogy van mód őket előre mozdítani és segíteni ezen a téren? Igen, természetesen nagyon nagy löketet ad ez nekik. Hasonlóképpen a szereplés mennyiségét látod? Vagy... Igen, nagyon fontos a szereplés mennyisége. Mindig kielemezzük a szereplések végén, hogy mit lehetett volna jobban tenni, és a következőnél már megpróbáljuk azt beépíteni. Visszatérve a versenyre, nem volt külsős zsűritag, egymás közt osztottátok meg ezt a feladatot. Mennyire ment ez gördülékenyen? Én azt hiszem, nagyon jól meg tudtuk szervezni, és nagyon jól beosztottuk. Nem volt ebből vita, probléma? Nem volt. Várod-e, gondolod-e, hogy jövőre is megszervezésre kerüljön ez a dolog? Igen, jónak tartom. Köszönöm szépen. Én is.